Lázár Vilmos, Dezső Fiarisztin, Kisernő, Svejdel József, Böltember Ernő, Török Ignác, Láner György, Knézics Károly, Nagy Sándor József, Leiningen, Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanics János, Pécsei Károly, Gróf Batthyány Lajos. Október 6-a, nemzeti gyásznapunk, az aradi 13 vértanú emléknapja. 13 halálnapja, 13 halott napja, Honvéd főtiszt 13, bátor férfi 13, hős katona 13, igaz ember 13, Dies Irae a harag napja. 1849-ben szabadságharc folyt hazánkban a Habsburg birodalmi elnyomás ellen. A harc egyaránt hozott győzelmet és vereséget. Sok dicsőséges csata után tavasszal Magyarország egész területe felszabadult. Ausztria azonban első Miklós orosz cártól kért segítséget. Mind nyomasztóbbá vált a túlerő. Végül a szabadságharcunk elbukott. A bosszú féktelen volt. 1849. október 6-án Aradon kivégeztek 13 honvéd főtisztet. Akit bűnösnek tartottak, Hajnau osztrák tábornagy legyilkoltatta. A börtönök megteltek, a tiszteket lefokozták, közlegényként az osztrák hadseregbe sorozták. Megalázó beosztásukban éveket töltöttek. Aki tehette, külföldre menekült, vagy elbújdosott. 1850 tavaszáig 111 halálos ítéletet hajtottak végre. Politikusokat, tiszteket, egyszerű embereket büntettek meg a szabadságharcban való részvételükért. A börtönbüntetésre ítéltek száma meghaladta az 1200-at. Október 6-án 13 bátor férfi életét vették el, olyanokét, akik a magyar szabadságharcot, a magyar hazát szolgálták. Mindannyian jelképpé váltak. Ők az aradi 13-ak. Kik voltak hős vértanúink? Aulich Lajos, 57 éves volt, katolikus, nőtlen. Pozsonyi német családban született, magyarul nem tudott, de a magyar alkotmányra tett esküt, és ezt mind halálig megtartotta. Damjanics János, 45 éves volt, görög-keleti vallású nős, határőrvidéki szerb katonacsalád sarja. 1848. áprilisában rendre utasította a Magyarországot szidalmazó Hajnau altábornagyot, s emiatt az olasz hadszíntérre vezényelték. Dezső Fiarisztin 47 esztendős volt, evangélikus özvegy. Valamennyi gyermekét eltemette. 1849-ben, egy hónappal halála előtt újra megnősült. Kis Ernő 50 éves volt, özvegy, 3 élő gyermeke volt. Magyar örmény származású, mesésen gazdag földbirtokos volt. Knézics Károly 41 éves volt, katolikus, nős, 2 gyermek atya, horvát családban született. Lachner György 54 éves volt, katolikus, nős, 1 gyermek apja, magyarországi német. Lázár Vilmos 34 esztendős volt, katolikus, nős. 3 gyermeket hagyott árván, magyar, örmény származású. Gróf Leiningen Westerburg Károly 30 éves volt, katolikus, nős. 3 gyermek atya, birodalmi német, a hesseni nagyhercegségben született. Nagy Sándor József, 45 esztendős volt, katolikus, nőtlen. Böltember Gernő, 36 éves volt, katolikus, nős. 3 gyermeke született, osztrák, német család, sarja. Svejdel József, 53 éves volt, katolikus, nős, 3 gyermeke volt. Magyarországi, német származású. Török Ignác, 54 éves volt, katolikus, nőtlen, kiváló hadmérnök. Komárom várát az ő tervei szerint építették át bevehetetlen erőddé. Gróf Vécsei Károly 42 éves volt, katolikus, nős, császári királyi kamarás,
Apja lovassági tábornok volt, osztrák oldalon harcolt. Az aradi 13 közül 4 főtiszt, Dezsőfi Arisztid, Kis Ernő, Lázár Vilmos, valamint Svejdel József büntetését végül Hajnaú golyó általi halálra enyhítette. Aztán másnap, október 6-án elérkezett a harang napja, amikor a papok hajnali 2 és 3 közt megjelentek a tábornokoknál, a legtöbben már ébren voltak. Aulik verseket olvasgatott gyertya fényénél. Török a modern várépítésről szóló könyvet tanulmányozott. Lakner elővette kedvelt fuvoláját, és a haldokló Edgar búcsúáriáját játszotta el. Amikor eljött az ítélet végrehajtás kitűzött időpontja, először az agyonlövésre ítélteket vezették elő. Dezsőfit, Kisernőt, Lázárt és Svejdet. Felsorakozott 12 gyalogos katona töltött fegyverekkel. Az ima, majd az ítélet felolvasása után elhangzott a tűzparancs. 3 tábornok azonnal meghalt. Kis Ernő, aki előzőleg nem hagyta bekötni a szemét, életben maradt. Csupán a vállát érintette egy golyó. Ekkor a vitéz magyar tábornok örök időkre szóló példát hagyományozott a késői utódokra arról, hogyan hal meg katonához méltóan és férfias bátorsággal egy nemzet vértanúja. Kis Ernő jól értetően a következő parancsot adta a kivégző osztagnak. Miféle katona az, aki még célozni sem tud? Isten büntese meg hazám hóhéraid! Cél, Kis Ernő, honvéd, altábornagy! Tűz! Ezután került sor a 9 kötél általi halálra ítélt tábornokra. Először Pöltenberg akasztására került sor. A hadbíróság őt találta a legkevésbé vétkesnek, hiszen kegyelemre is ajánlotta. Utána Török, majd Lakner következett. 2 olyan tábornok, aki nem hadvezérként, hanem szakemberként tevékenykedett a honvédség kötelékében. Ezt követően jöttek a hadtest parancsnokok, Knézics, Nagy Sándor, Leiningen, Aulik, majd Damjanics. Utolsónak Vécsejére oldották le a láncot, neki már nem maradt senki, akitől elbúcsúzhatott volna. Egy korábbi összeszólalkozások okán haragot tartott Damjanicsal. Most odalépett a bitófán lógó élettelen bajtársa holttestéhez, térdre ereszkedett, majd kezet csókolt neki. A nemzeti hagyomány 13 aradi vértanút tart számon. S valóban a gyászos emlékezetű október 6-án ennyi honvédtábornokot végeztek ki. Ugyanezen a napon végezték ki, Pesten, az új épület udvarán gróf Batthyány Lajos miniszterelnököt. Kivégzése helyén áll ma a Batthyányi örökmécses. Méltán említhetjük azonban 14-ként Kazinczy Lajost. A 29 éves hadosztályparancsnok bűne az volt, hogy 10 évvel korábban Prágában nevetségesítette Hajnaút. Ő nem felejtett. Holtteste ma is az aradi vár sáncárkában pihen. Az aradi vértanúk közül a szabadságharc előtt egy sem politizált. Az osztrák katonai hatóságokkal egyiküknek sem volt semmi baja. Bármely okokból választották is a magyar honvédséget, a császári hadsereggel szemben tudatában voltak annak, hogy az életüket teszik kockára. Mégis vállalták, s fogságuk idején azzal is tisztában voltak, hogy a halálos ítéleteket már jó előre megfogalmazták. Nem könyörögtek és eseteztek kegyelemért, felemelt fejjel, igazuk biztos tudatában álltak Hajnaú ítélő széke elé. Ugyanígy néztek szembe a gyilkos sortűzzel, s mentek a hóhér kötele alá. Minden magyar lelkiismereti kötelessége megőrizni dicsőséges emléküket. Adi Endre, október 6-a. Őszi napok mosolygása, őszi rózsa hervadása. Őszi szélnek buskeserve, egy-egy könyv, e szentelt helyre. Hol megváltott hősi áron, becsületet, dicsőséget, az aradi 13. Az aradi Golgotára, ráragyog a napsugára, odahull az őszi rózsa, hulló levél búcsúcsókja. Bánat sír a száraz ágon, ott aluszta csendes álmát, az aradi 13. Emlékezzünk hőseinkre, hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, s áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. Lázár Vilmos, Dezsőfi Arisztid, Kis Ernő, Svejdel József,
Ember Ernő, Török Ignác, Láner György, Knézics Károly, Nagy Sándor József, Leiningen, Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János, Pécsei Károly, Gróf Batthyány Lajos. Az elmúlt percekben Zsolt bácsi műsorát hallottátok 5. A osztályosai előadásában. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar! Bölcsőd az, s majd a sírod is, mely ápol s eltakar. A nagy világon-e kívül nincsen számodra hely, áldjon, vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt. Ez, melyhez minden szent nevet egy ezren év csatolt. Légy híve rendületlenül hazámnak, ó magyar, ez éptetőd, s ha elbukál, hantyával ezt akar. A nagy világon kívül nincsen számodra hely, áldjon! Vagy verjen sors keze, itt élned.